Sziasztok! Én Fogel Frigyes vagyok, szabad filmes, és a legutóbbi videoblogom után kaptam néhány kérdést. Az első így szól, megbántad-e, ha valakinek ki kell mondani a című legutóbbi videódat? Nem, nem bántam meg. Sőt, kifejezetten örülök neki, hogy megcsináltam, mert valamit elindított, kapom a telefonokat, az e-maileket, és megnyíltak emberek, és sajnos azt kell mondjam, hogy hasonló tapasztalataik vannak, és őszintén privátban, amikor kitárulkoztak felém, hát azt kell, hogy mondjam, hogy nem vagyok ezzel sem egyedül sajnos, ezekkel a meglátásaimmal. Erről ennyit most. Aztán a következő kérdés úgy szól, hogy nem félsz? De néha félek, néha szorongok is, de alapvetően nem szoktam. Viszont tisztában vagyok azzal is, hogy kikkel állok néha szemben. Az is érdekes, hogy amint ez a videó kikerült néhány nappal ezelőtt, megcsörön a telefonom olyan emberektől, akik valószínűleg nem azok, akiknek mutatják magukat, sőt, kimerem azt is mondani, hogy vannak köztük olyanok, akik valószínűleg bizonyos szervezeteknek vagy szolgálatoknak dolgoznak. Ezt gyerekkoromban megtanultam ugyanis, amikor apámat, akik ugye Erdélyben menekültek ki még annó, 1950-es évek végén, az óbudai házukban meglátogatták néhányszor, vagy rendszeresen, emberek, kollégák, vagy egyszerűen csak hát szomszédok, mondjuk így. És ugye ez a sztori, ez a tipikus nagy magyar valóság annó. És amikor meglátogatták apámat, akkor leültek, nagyon kedvesen elbeszélgettek apámmal, és ahogy nekem ilyen, hát gyermekként, ugye még az antennáim érzékenyebbek voltak bizonyos értelemben, éreztem, hogy valami nem stimmel. És ezek a nagyon profi, nagyon verbálisan, nagyon igen, ott lévő emberek, akik meglátogatták apámat, furcsák voltak számomra. Mindig akkor kerültek elő, amikor valami éppen történt a magyar televízió a Királyi TV berkeiben, vagy az apám egy olyan dologban vett részt, ami egy gyártásvezető, ami mondjuk úgy, hogy hát nagyot ment annó. És amikor ezek az emberek elmentek a lakásunkból, egy ilyen kedélyes beszélgetés után, látogatás után, akkor az apám rám nézett, és azt mondta, na fiam, látod, ez egy kém volt. Úgyhogy én gyermekkoromban már meg kellett tanuljam, hogy az őszinte érdeklődés mögött sokszor nem az van, ami látszik. Úgyhogy felhasználva ezt a platformot, én most így a nagy szabadságunkban, amíg még van, szeretném megkérni azokat, akik engem hívnak még telefonon, ilyenkor, amikor kiteszek egy ilyen videót, hogy hagyjanak már engem békén, jó? Mindenki végez a saját dolgát, aztán majd a többivel elszámolunk. Majd a küszöbön túl, úgy értem. Tudok-e olyan embereket, akiket követni érdemes? Hát, ez egy érdekes kérdés. Persze. Csomó ember van, vagy nem tudom mennyi. Persze, hát vannak emberek, akiket érdemes követni, és tanulni tőlük, és felnézni rájuk. Aztán menet közben úgy is kiderül minden, hogy kiállják az idő poróbáját, vagy nem. Én is követtem embereket a magam módján. Megtanultam, hogy meg kellett tanuljak, és ez jó, ez az út, ugye? Érdemes Vörös Sándort olvasni, aki lefordította a Tao Te Ching-et magyarra nagyon szépen. Én csak annyit tudok mondani, hogy kövessétek azt, akiket a lelketek arra inspirál, hogy nézzetek fel rájuk. Ez egy nagyon fontos, a devóció. Az egy nagyon fontos lépés ahhoz, hogy előrébb, feljebb tudjunk lépni azon a bizonyos létrán, amiről Vörös Sándor is beszélt, illetve írt annó. És amely létráról Rudi bácsi is, Steiner is beszélt, abban a bizonyos művében, amelyet úgy ismernek könyvformájában most, hogy hogyan jussunk a magasabb világok megismeréséhez. Igen, érdemes követni embereket, tanuljatok tőlük, és nézzetek fel rájuk azzal a lelki diszpozícióval, hogy
Tisztelet. Azok hatalmas energiákat tudnak az emberekből kiváltani, és akkor komoly dolgokat tudtok ti is építeni fölfelé, segítve és inspirálva másokat, és akkor megint a körbe zárul és összeér. Na, következő kérdés. Te antropozófus vagy? Nem, nem tartom magamat antropozófusnak, nem vagyok rá méltó, hogy én magamat antropozófusnak nevezzem. Következő kérdés. Mi a véleményed a legújabb pedofil ügyről? Ez a Lakatos Márk sztorira érti az életem. Na, szóval nem tudom, hogy van-e ügy, majd a rendőrök, ami keveset láttam a mainstream médiában, majd eldöntik a nyomozásuk által. Egy biztos, én már korábban is meséltem, amikor így vloggoltam, hogy ugye én a művészvilágból jövök, én csellista voltam, aztán kamerát ragadtam, és egyértelmű, hogy a művészvilágban, amióta az európai kultúra hatalmas dolgokat hozott létre ezekkel a művészek által, nagyon sok homoszexuális vagy biszexuális ember van a művészek között. Ez egyértelmű, ez egy nyílt titok, és ezzel nincsen semmi baj. Nekem a mai napig vannak homoszexuális barátaim, akik tündér emberek, de az tény, és azt is ki lehetne mondani néha, hogy vannak köztük olyan agresszív, és olyan nyomulós, és olyan, hát igen, romlott emberek, bizony, akiknek köszönhetik a drága barátaim, hogy sokszor leszegett fejjel kell besétáljanak egy egyetem, vagy egy koncertterem, vagy egy filmbetítés, mert ezek a címeres gazemberek azt hiszik, hogy a világ úgy jó, hogyha mindenki homoszexuális vagy biszexuális. Sokan vannak sajnos közöttük, akik így gondolkodnak. Most erről nem szól a fáma. Itt mindegyik oldal ki akarja sajátítani ezt a friss történést a maga javára. Vannak ugye Magyarországon olyan bloggerek, akik hát leadózott sok-sok 10 millió forintjaikból, az ilyen témákból élnek meg. És ugye persze a szegény magyar közönség nem tudja, hogy, és most nem akarok mondani neveket, mert nincs kedvem bíróságra járni most sem, hogy a szegény magyar közönség nem tudja, hogy ezek a vloggerek, ezek a megmondó emberek, főleg a bal oldalon, mert jobb oldalon kevesen vannak, ezek üzletet csinálnak ezekből a videoblogokból. Pénzt kapnak értük, és itt nem a politikai becsatlakozásaik által kapják főként a pénzt, hanem egyszerűen úgy van, hogy egy vállalkozást fölépítettek erre, és mondom, nem ritka, amikor 100 milliós éves leadozások van az ilyen embereknek, akikről a legtöbben azt feltételezik, hogy jó indulatlan kiállnak, és elmondják, kifröcsögik magukból az, ami egyébként a társadalom egy nagy részének a szívét nyomja, tehát ezek tulajdonképpen valahol ilyen energialevezetése is jók, és ők ezt meglovagolják, és lóvét csinálnak belőle. És az, hogy milyen emberek, azt viszont alig tudják, csak a legközelebbi hozzátartozóik. Na, ebben a témában is én úgy érzem, hogy a tisztánlátás a fontos. Tisztánlátás nem a pletykák, hanem a tapasztalat alapján. És ezért bátorkodtam most erre a kérdésre is válaszolni valamennyire, hogy mert van nekem személyes tapasztalatom a sok-sok külföldön töltött éveim alapján. Igen, Erdélyben is voltak tapasztalataim az utolsó 4 év alatt, hogy vannak sajnos nagy pénzzel és politikai hatalom hátszerével futtatott nettó, hát igen, bűnözők, mondjuk így, ezt sokan látják, csak erről nem mernek beszélni. Én is akarok erről beszélni, de van, és tudjuk, és látjuk. Miközben ezek körül, a futtatott emberek körül is vannak sokan nagyon jó emberek, akiknek a munkáját ezek a pofátlan, hát igen, tulajdonképpen lelkibeteg emberek tönkreteszik, vagy rossz hírbe hozhatják. És ez egy óriási dilemma. Ilyenkor vajon mit lehet tenni? Általában ezekhez a homoszexuális, biszexuális emberekhez nem lehet hozzányúlni.
Mert vagy a művészvilágban olyan klikkek és olyan összefonulások vannak, akik mindig megvédik őket, és általában azokat teszik tönkre rövid úton, akik kérdéseket tesznek föl ez irányba, hogy ez hogy is van. De ez megint csak nyílt titok, tehát tudja mindenki. A megoldást én nem tudom. Evidens, hogy ha valaki tudja, hogy bűncselekmény történik, akkor arról jelezzen a szerveknek. Az is beszédes, ahogyan például ma reggel sajnos az algoritmus az arcomba tolta bizonyos sajtóorgánumoknak a szerecsen mosdatását ez ügyben is. Teljesen világos és tisztábban látó szemmel és tapasztalatokkal lehet tudni, hogy vannak megrendelése, hogy jönnek megrendelésre a szerecsen mosdatók. De nincs semmi baj, az élet majd mindent helyre tesz. De ahhoz nekünk is tenni kell. Azért. Na, túl sok volt ezzel, erről a témáról. Jaj. Oké, menjünk tovább. Hova tűntél el, és miért? Igen, volt egy nagyobb szünetem, egy ilyen 45-50 napos szünetem. Nem tűntem el, hanem tettem a dolgomat, és a privát életemben is volt egy-két érdekes új tapasztalatom. Megtanultam, amit meg kellett. Nagyon érdekes látni, hogy amikor az ember próbál egy tette alapján végigmondani, beszélgetni emberekkel, végigmondani egy frázist, azt nem hagyják, hanem esetleg leüvöltik, vagy megfenyegetik, stb. És az illetők, akik neki mennek az embereknek, fő se fogják, hogy mivel nem hagyták végigmondani azt, ami az adott helyzetben mondjuk én végig akartam mondani, akkor nem is tudják, hogy miről szólt a történet, de ők már kést rántanak, és neki mennek az embernek. Hát többek közt emiatt is volt ez a nagyobb szünetem most, de túl vagyok rajta, és jó egészséget, további kellemes életet kívánok mindazoknak, akik nem voltak képesek engem végighallgatni, és egy érdekes tapasztaláson mentem keresztül velük, tehát innen üzenem nekik, hogy minden jót kívánok, de menjen mindenki a maga útján. Ennyi. Aztán majd valahova elérkeznek. Te még hiszel benne, hogy fel lehet ébreszteni az embereket a nagy pofon előtt? Na, ez is egy érdekes kérdés. Szóval, a nagy pofon, kezdve a végéről a kérdésnek. Szerintem folyamatosan jönnek a pofonok, a kérdés az, hogy észrevesszük-e. És meg kell edződni, hogy a pofonokat tudjuk állni, ez nagyon nehéz, nekem is, folyamatosan próbálkozok én is. Én hiszek az emberekben, és amit csinálok 20 éve a kameráimmal, azt azért teszem, mert bármi is történjen, bármi is történt, és bármi is fog történni, én úgy születtem meg erre a földre, hogy az van bennem, azt érzem folyamatosan, hogy nem tudok haragot tartani, és szeretem az embereket. Még a leggyatrábbakat is tudom szeretni. Én ilyen vagyok. Ez nem azt jelenti, hogy leállok velük bratyizni, és nem kezelem a helyén a dolgokat, és nem tudok kemény lenni, és kitartó, és amit kimondok, akkor az úgy marad, vagy úgy lesz. De bennem azért, hogy én szeretem az embereket, és én ezért csinálom, amit csinálok többek közt. És azért is csinálom, mert szeretem, amit csinálok. És élvezem ezt a videózás, filmezés, stb. És látom, hogy ahogy nekem is segítettek korábban, bizonyos művekkel vagy alkotásokkal, úgy látszik, hogy az én kis dolgaimmal picit talán én is tudok inspirálni és segíteni embereket, ami tök jó. Úgyhogy én hiszek az emberekben, és alapvetően azt kell mondjam, hogy én, mint a világ talán egyik legpesszimistább embere, mégis tudok hinni az emberekben, és nem csak az emberekben, és azt mondom, hogy valahol borzasztóan optimista vagyok. Ez egy paradoxon valószínűleg, ahogy szól a számból, de nem érdekel. Kérdeztétek? Elmondtam, ami eszembe jutott erre a kérdésre. Hogy lehetne ráébreszteni az embereket, hogy itt már csak az együtt, közösen, összefogással van esély a túlélésre, a további jutásra? Én úgy tudom ráébreszteni talán az embereket, hogy filmezek és bemutatom, hogy
kik ők, mik vagyunk, kik mit tesznek, kik mit nem tesznek, néha odasózok magam módján, és talán ez egy picit hozzájárulhat ahhoz, amit a kérdező feltett a kérdésében. Hogy vagy? Mi van veled? Jársz erre felé valamikor? Mik az új terveid? Kérdezik Erdélyben. Persze, hát ahogy az utóbbi 4 évben főleg Erdélyben voltam, úgyhogy vagyok, leszek, és most azért sokat mozgok mostanában. Új tervek, ahogy én ezt a egyel előtti videómban közé tettem, és elég sokan láttátok, a Kulturális Kreatívok 2.0-as projekt. Úgyhogy ez az nem terv, hanem már realizálódik, ugyanis, amit már elmondtam korábban is nyilvánosan, többen megkerestek, és többször rákérdeztek egyébként nálam az évek alatt, hogy nem kellene ezt folytatni, tovább csinálni, és akkor most ugye eljutottam oda, látva a világhelyzetet, meg az ottani, itteni, közép-európai helyzetet, hogy mi van, akkor mondom, miért ne? Hát, hogyha van rá igény, akkor én segítek, amit tudok, és most is össze tudok állni emberekkel, de most másokkal, nem úgy, mint korábban. Még maradt egy kérdés, talán azt hiszem ez a legfontosabb, így is mondhatjuk. Mi lesz a kolozsvári, a budapesti, és amiket említettél, a felvidéki, délvidéki kulturális kreatívok 2.0-as találkozókon, mik lesznek a témák? No, ez fontos. Úgyhogy tulajdonképpen ezért ragadtam megint a telefont, hogy fölvegyem ezt a kis videót. A matematikus barátaimmal, a közösségfejlesztő barátaimmal, az asztalos barátommal, ezeket folyamatosan tárgyaljuk. Közben ugye az utóbbi napok telefonhívásai és levelei alapján másokkal is már itt alakulnak a dolgok. Felolvasnék néhány gondolatot, amit itt összerakott nekünk egyik barátom, hogy miről lenne szó, főleg a fő csapás irányt. És persze ez bővülhet, vagy szűkülhet, ez tőletek függ, de az alap dolog, amivel én nagyon egyetértek, amit küldött az egyik barátom, az így szól. Lehetőleg kerülni a túlzott filozofálást. Nem ős magyarságot kutatunk, hanem a jövőt. Most én ehhez hozzátenném, hogy én a jelent is kutatnám, de ez majd kialakul. Ez a barátom írja, hogy hát igen, az internetes szociális háló, ez egy nyitott ajtó, mert ezen már dolgozunk, illetve dolgoznak a barátaim. Külső felekről ne lehessen behozni tartalmat. A Kulturális Kreatívok 2.0-as manifestáció, tehát a tagok csak saját anyagot tölthetnek fel erre a felületre, a Kulturális Kreatívok felületére. Ezzel védve az élő tartalom készítőket, szerzőket. Magyarul úgy folytatja, hogy tiltva és jelentve lenne például az MI, az AI, a mesterséges intelligenciák által írott, generált szöveg, hangvideó. Mert védeni kell az ember által megalkotott szellemi termékeket. Ez nem zárja ki az AI szerszámok, csatolmányok használatát. Elvégre a zeneipar régóta használ szintetizátort, virtuális stúdiót, tehát ezeket a jó példákat is megírta a barátom. Tök jó, ezzel is egyet tudok érteni. Azt is hozzáfűzte, hogy bárki lehet kulturális kreatív, ha annak érzi magát, és senki nem mondhatja kétségbe senki kulturális kreatív szintjét. Hát igen, ez egy jó meglátás. Azt írja, hogy a kulturális kreatívok információs csoporthoz némi tagsági fizetéssel is járna. Ebből mondjuk egy net TV vagy net rádió stúdiót is lehetne működtetni. Tök jó. Kialakítjuk a formákat. Reméli a barátom, hogy olyan személyekkel tudnak egy asztalhoz leülni, tudunk, ahol képesek leszünk túlnézni a jelen politikai kurzusain, a ránk zúduló világbajokon, együtt keresve az adott lehetőségeket. Tök jó, én ezzel csak egyetérteni tudok. Ő szeretné, hogy az első Kulturális Kreatívok 2.0 találkozón a szimpatizások és az elkötelező tagok ne csak a relatív dolgokról álmodozzanak, hanem mindenki a maga lehetőségeit, konkrét elképzeléseit tárja ki, hogy a tagok egymáson segíteni tudjanak, vagy ha nincs rá mód, de előttük lebegjen, hogy a másik ember mit akar elérni. Tök jó, ezzel is maximálisan egyetértek.
Úgy folytatja barátom, hogy mindenki a maga módján őszintén keressen megoldást a mások felmerülő problémáira. Nem abszurd módon, hanem ő itt arra gondol, hogy főleg az információra, az ismeretségi körökben elérhető potenciális kliensekre, olcsó gépekre, szerszámokra, tudásra, stb. Stb. Ő abban reménykedik, hogy ha csak ketten vagy hárman is gyűlünk össze egy ilyen kulturális kreatívok 2.0 találkozón, szervezkedésen, hogy akkor letesszük együtt az első közös havi tervünket, ami úgy a szervezetre, mint az egyénre néző lehet. Szigorúan meg akarja ő jegyezni, hogy nem egy szektás kivitelezésben gondolkodik, hanem nem vegyük úgy, mint egy kávézást, ahol a haverok megbeszélik a bizniszeket, és keresik az összekötő pontokat, ennyi. Na, hát szerintem tök jól összefoglalt a barátom, én ezzel maximálisan egyet tudok érteni. Ettől függetlenül azért szívesen várom a többiek javaslatait egy ilyen, ugye, novemberi, kolozsvári, majd budapesti kulturális kreatívok 2.0-ás találkozásra. De mondom, a tegnapi, az utóbbi napoknak a telefon beszélgetése alapján azt tudom mondani, hogy bizony igény van erre, szerintem most tovább tudunk lépni, és mindenki teheti a dolgát, és valami majd csak ki fog alakulni. Úgyhogy most hirtelen ennyit tudok nektek mondani, így a kérdéseitekre válaszolva. Ha tetszett ez a kis videó, akkor nyugodtan írjatok továbbra is nekem. Amikor tudok, akkor válaszolok, akár ebben a formában is ismét. És ugye, ahogy mondtam, legközelebb Kolozsváron találkozok veletek, a főtéren található Szent Mihály templom bejáratánál. A pontos dátumot az előző videóban elmondtam, de még el fogom mondani, illetve ki fogom érni, és utána rá egy hétre Magyarországon is, Budapesten is találkozhatunk. És hát akkor a végén már csak így egy dolog maradt, hogy azt kívánjam, hajrá kulturális kreatívok, hajrá magyarok. Sziasztok!